volt a 9 kötetes SCG, aztán a 6 kötetes Bexi, és most nemrég befejeztem a Maradj velemet, ami az iskolák országos versenyének a második része. Ezzel elolvastam a 17. Leiner Laura könyvemet. Az SCG-ről ugye nem készült külön videó, hiszen most néztem vissza a molyos adatbázisomban, hogy 2012-ben olvastam először SCG-t, ez a körül volt, amikor a 7. kötet jelent meg. Aztán eltelt több év, mert a Bexit azt csak 2018-ban kezdtem el olvasni. Valahogy az SCG után úgy éreztem, hogy elolvastam a Leiner Laurát, és nem volt olyan nagy indítatásom, hogy most a Bexit is elolvassam. Ami egy puta egy gondolat volt egyébként, mert amikor elkezdtem a Bexit, irdatlanul tetszett, és a 6 kötetet nagyon gyorsan egymás utániban ki is toltam. Aztán jött az Ég veled, ami aztán különösen nagyon tetszett, és most befejeztem a Maradj velemet. Úgy gondolom, hogy ez a 17 könyv már elég jók arra, hogy csináljak egy olyan videót, hogy a Leiner Laura jelenség. Ebben a videóban én most 3 olyan dolgot fogok kiemelni, ami szerintem abszolút nagyon jellegzetes Leiner Laura könyveire, és ez a videó most nem azért van, hogy az esetleges negatív dolgokat is beleszedjük, úgyhogy 3 dolog van abszolút kiemelve. Az egyetlen dolog, amiről nem tudok nyilatkozni, azok az úgynevezett standalone könyvei Leiner Laurának, tehát az egykötetesek. Ez a Bábel, meg az Akkor szakítsunk, illetve vannak még korábbi könyvei, az SZG előtti könyvek, én csak így szoktam emlegetni őket. Szóval ezekről én nem tudok még nyilatkozni, bár a Bábel a szerben van, és szerintem el is fogom olvasni. Tehát ez a videó abszolút a 3 sorozatra fog fókuszálni. És akkor kezdjük az első dologgal, amit egész egyszerűen úgy fogok fémjelezni, hogy a Leiner Laura stílus. Na most ez alatt azt értem, hogy mindegyik kötettel nekem az iszonyatos nagy élményem, hogy letehetetlenek. Tehát van egy annyira jó érzéke arra, hogy hogyan fűzze egymás után a történéseket, hogy hol hagy egy kis szünetet, hogy jönnek egymás után a kilengések, tehát a nagyobb ilyen tetőpontok, meg az események, hogy épülnek fel ezek az úgynevezett feszültségek. Szóval, hogy annyira jó ütembe vezeti a történeteit, hogy egyszerűen azt érzed, hogy nem érzed, hogy leültél olvasni. A Maradj velemnél tökéletesen érzékeltem ezt, leültem valamikor 4-5 között, hogy jó, akkor belekezdek, megnézem, hogy milyen. Aztán arra eszméltem föl, hogy már este 11 van, és elolvastam a könyvnek több, mint a felét. És egész egyszerűen az történt, hogy olvastam, egy ponton felnéztem, ó, oké, még olvasok egy kicsit, aztán még egy kicsit, aztán még egy kicsit, aztán még egy kicsit. Második körbe pedig leültem olvasni, és befejeztem a következő 40%-ot. Annyira izgalmas volt, ahogy vezette az egészet, és ez most nem azt jelenti, hogy végig tele van izgalmas fordulatokkal az esemény, nem, de valahogy annyira jó ütembe találja meg és építi föl, hogy azáltal szerintem nagyon letehetetlen lesz. Ezen felül pedig van egy ilyen nagyon könnyed írói stílusa, ugye az SZG annak idején napló formájába íródott, na most a napló az ugye egy 1x1-es, elég könnyed olvasmányforma, tehát nem egy ilyen bonyolult összetett mondatokkal rendelkező egyeszem harmadik személyes leírásokkal van tele. Ez nyilván egy egyszerűbb írói stílus, de a Bexit víve tovább és a Maradj velem Hannájával is hasonló stílussal ír, tehát emiatt is sokkal gyorsabban és könnyedebben halad vele igazából az ember. A második dolog, amit kiemelek és imádok Leiner Laurában, az a humora. A Leiner Laura humor, de tényleg. És az egyik dolog, ahol ez nagyon jól tetten érhető, az a karakter humor. Mindegyik sorozatában vannak olyan karakterek, akik abszolút arra vannak kitalálva, hogy humorforrások legyenek. Ez lehet egyfajta ilyen együgyűsége, egyszerűsége annak az adott karakternek, de mégis valahogy szerethetőek maradnak, és igenis nagyon kötődünk hozzájuk, annak ellenére, hogy néha hát nevetünk velük meg rajtuk. Ilyen például valamilyen szinten Ricsi szerintem az SZG-ből, illetve Virág is az esetlenségével, meg amikor Virágból hirtelen emósból lesz, ha jól emlékszem, de már nagyon rég olvastam az SZG-t, emósból lesz azt hiszem ilyen virágos, unikornisos lány, és nagyon olyan kis, egyszerű kis teremtés, de ugyanannyira szerethető is. Valamilyen szinten Kinga karakterében is például benne van a humor, hiszen ez a folyamatos katonás hozzáállás, ez ugye nagyon sokszor hoz ilyen abszolút katartikus, humoros jeleneteket. Aztán akkor tovább megyünk a Bexibe az Aszádék szerintem abszolút ugyanez a humorforrás, miközben Laura teljesen tudatosan építi az ő karrierjüket is ugye a kötetekben, és ugye nagyon nagy fordulatok vannak az ő karrierjükben, Aszádékon állatában mindig nevetünk, abszolút a humorforrása az egész kötetben. De ugyanúgy a humorforrása a Körte karakterében is, aki egy kicsit hasonlóan Kingához ugye egy már összetettebb, komplikáltabb, komolyabb, hiszen idősebb, bár ugye öreg menedzserként ez a komolyság, ez ugye nincs teljesen meg, de azért mégiscsak komolyabb, mint mondjuk az Aszádéknak a,
a humora, de mégis annyira jól van felépítve a karaktere, hogy neki is vannak olyan tipikus mozdulatai, ami abszolút a humort adagolja bele a történetbe. És akkor ezen felül persze ott van az összes ilyen adott, úgymond, nagyon jól felépített jelenet, ami ugye humorforrás. Az iskolák országos versenyében van talán legkevésbé jelen ez a humor, ott abszolút mást fókusz kapott a történet, és de azért Leiner Laura nem tudja levetkőzni szerintem ezt a jellegzetességet. Például ott van Lórinak a karaktere, akinek eleve az egész tusára való bekerülése egy poén, hiszen azért kerül be, mert gyúr és erős a vádlia, tehát úgymond a fizikai feladatokban jól megállja a helyét elvileg, és folyamatosan tolja ezt a mindig kell egy pár nap lábnap című dolgot, amit amikor már a sokadik kötetben meglát az ember, vagy hát nem sokadik, hiszen ebből csak három kötet lesz. Akármikor előjön a pár nap lábnap, akkor már nevetsz, mert beleépült a karakterrel együtt az egész jelenségbe. Szóval, hogy az ilyen dolgokat nagyon-nagyon ügyesen rakja össze, illetve ott van kocsis igazgató. Na, lehet, hogy a humor nem a legerősebb pontja szerintem az iskolák országos versenyek, de kocsis. Az eltúlzott iskola igazgató, aki élőket tart és hol videókat készít, zseniális szerintem, amit a kocsissal csinál Laura, és abszolút humorforrása az egésznek. De még milyen jó. Valamiért így is az az emlékem, hogy a leghumorosabb az a Bexi volt. És ezt abban is érzékelem, hogy amikor olvastam a Bexit, nagyon sokszor felolvastam a barátomnak belőle, mert annyira szakadtam a röhögéstől, és bárcsak részeket olvastam fel neki, ő is szakadt a röhögéstől. Most, amikor a Maradj velemet olvastam, volt egy-két dolog, amit felolvastam neki, nem mindig nevetett, úgyhogy úgy éreztük, hogy ez kevésbé volt a humoros része, de a Bexi az tényleg az volt, az arról szólt, hogy 6 köteten keresztül tömény humor, tényleg nagyon jó. A harmadik dolog, amit kiemelnék, az az ötlet. Az összes sorozatát annyira okosan találja ki és építi fel, hogy egyszerűen így nem lehetne jobban csinálni. Tehát az, hogy amikor kitalálta, hogy ő írni fog egy gimnáziumi évekről szóló napló sorozatot, egyébként több interjúban is nyilatkozta Laura, hogy gyakorlatilag itt az történt, hogy bement a könyvesboltba, és nem találta meg azt a könyvet, amit szívesen olvasna, ezért hazament és megírta, és lett belőle az SZIG. És milyen jól kitalálta, minden fél év kapott egy kötetet, abszolút jó ütembe épült föl, és eladásilag, meg úgy az egész sorozat felépítésileg ilyen csillagos ötös. Aztán jött a Bexi, a 6 kötetével. Na most az első kötetnek a sztoria szerintem rettenetesen ügyes volt, ugye belecsöppentünk egy ilyen megasztár jellegű zenei kutató műsorba, ahol a főszereplőnk ugye egy ilyen meghívott vendégszereplő volt. És egy hét alatt nagyjából azt a sztorit követtük, amikor közösen készült az egyik versenyzővel, ugye a Márka, erre a utolsó döntő előtti fordulóra. Aztán jön a második kötet, és úgy megcsavarta az egészet nagyon-nagyon jól. Pedig a Vexinél nagyon gondolkoztam, hogy hogy fogja fölépíteni a 6 részt, ugye akkor én már tudtam, hogy 6 részes, hiszen az SZG-nél egyértelmű volt, hogy egy fél év, egy könyv. Itt viszont ugye kicsit nehéz volt kiszámítani, hogy mégis mihez fogja fűzni az adott történeteket. Ebből a szempontból a Bexi jóval lazábban volt felépítve, de minden kötetnek azért megvolt a fő sztoria, és szerintem azok is zseniálisan voltak kitalálva, és nekem azt tetszett még nagyon a Bexibe, hogy valahogy ott is annyira jól adagolta, hogy melyik könyvbe mi kerül bele a 6 részen át, és nagyon jó volt tényleg végig. És akkor az ötletfronton a legzseniálisabb az az iskolák országos versenye. Szóval, hogy én ezt a sorozatot imádom. El fogom olvastatni anyukámmal, eddig is akartam anyával egyébként Leiner Laurát olvastatni, már csak azért, mert anya tanár, és tudom, hogy a diákjai is olvassák, és ilyenkor szeretem így, fú, ezt olvasd el, mert ezt olvassák, és ami tényleg jó. Szóval ugye az iskolák országos versenyének az az alapsztoria, hogy x darab suliból 4 fős csapatokat neveznek országosan, elviszik őket egy ilyen, azt hiszem a büppe vannak, egy ilyen, hát ilyen túra parkszerűségbe, de nem olyan, mint a régi ilyen faházak, meg nincsen meleg víz, meg ilyesmi, hanem egy kicsit ilyen, hát ilyen több csillagos helyen vannak, meg van medence a központi részen, meg mit tudom én. És mindig kapnak feladatokat a csapatok, és egy ilyen kieséses csapatversenyről van szó, tehát aki általában az utolsó helyen végez, vagy mondjuk egy adott feladatot nem tud megoldani, az hazamegy. De ráadásul ezt ilyen nagyon feszült helyzetben csinálják, úgymond, mert adott pillanatban, amikor kiderül, hogy melyik csapat esik ki, azok összepakolnak és mennek, tehát nincs búcsúzkodás, meg nem várjuk meg a reggelt, hanem pakolnak, mennek. És ami a legjobb ebben az egész sorozatban, az a feladatok.
Volt egy pont, amikor én például még azért olvastam mindig a könyvet, mert megkaptak egy borítékot, amit csak x órával később bonthattak ki. És egész egyszerűen izgultam és kíváncsi voltam, hogy mi az a feladat, mert annyira jópofa feladatokat rak a történetbe Laura, hogy egész egyszerűen izgalmas az a része is, nem csak az, hogy mi történik a szereplőkkel, meg hogy hogyan adják meg a feladatokat, a feladatok maguk zseniálisak. Nagyon-nagyon élvezem, és annyira ötletes mindegyik, és így várom a harmadik részt, szóval nagyon jó. Stílus, humor, ötlet vagy eredetiség, ez volt ez a három dolog, amit most összeszedtem nektek egy videóba Liner Laura kapcsán. Ha van bármi kérdésetek vagy kommentetek, akkor várom itt lent a szekcióban a YouTube videó alatt komment részlegen, vagy pedig elértek Facebookon és Instagramon. Legyetek jó olvasatok, sokat, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!